Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Igazán örülök, hogy eljöttem Önök közé. Nagyon izgalmas és tartalmas előadások után megpróbálok én is beszélni, fenntartani figyelmüket így lassan az ebédhez közeledve az agrártámogatások aktualitásairól. Én azt gondolom, hogy felértékelődött a személyes találkozásoknak a lehetősége. Ez a pandémia rámutatott, milyen fontos is ez, amikor csak egy monitorral és egy mikrofonnal tudtunk találkozni és beszélni, vagy azon keresztül láthattuk és hallhattuk egymást. És ezek azok az alkalmak, ahol meg tudjuk osztani egymással a gondolatainkat, én tudom ismertetni Önökkel az agrártámogatásoknak az aktualitásait. Ma már elhangzott, hogy körülbelül mi az a költségvetés, amely az Unió rendelkezésére áll, főként ami az agráriumot érinti. Én szeretném ismertetni, hogy mi az, ami a hazánkban a rendelkezésre álló forrás, és milyen irányokat szeretnénk vele megcélozni. Maga a vidékfejlesztési program egy 7 éves ciklus magába foglaló operatív program. Ennek a költségvetése 2020-szal bezárólag volt reál értéken számolva majdnem 1400 milliárd forint. És azért kezdem 2020-ról, mert igazából az fontos, ami utána következik, hiszen az operatív program maga működik, és a vidékfejlesztési program tovább működik. Átmeneti éveket élünk a vidékfejlesztési programban. Magyarország kormánya 80%-os nemzeti támogatást biztosít a uniós források mellé. Hogy érzékelhető legyen, ez a korábbi időszakokban ez 17% volt, és azért 80%, mert nem lehet 80%-nál magasabb. Ez egy egyedülálló mérték a 27 tagállamban. Ez a 80%-os társfinanszírozás biztosítja a lehetőségét itt a következő 21-22-es időszaknak mintegy 1570 milliárd forintnyi támogatáshoz. És azért szerettem volna a 14-20-as időszakkal kezdeni, hogy érzékeltetni tudjam, mekkora támogatási lehetőség áll előttünk. Ez az a támogatási összeg kerete, ami nem csak a felzárkózást, hanem a fejlesztéseket, a versenyképességet, az innovatív, korszerű technológiák elterjesztését hivatott támogatni. 2020 őszén meghirdettünk egy pályázati csomagot, ez volt az első, ami már az átmeneti évek forrására került meghirdetésre. Ez egy közel 100 milliárd forintos keretösszegű pályázati csomag volt. Ennek az első eleme egy állattartó telepek fejlesztésének támogatása volt. Ez volt az, én azt gondolom, a legmeghatározóbb része, egy 50 milliárd forintos keretösszeggel került meghirdetésre. Jól mutatja a gazdáknak az elszántságát és a bátorságát pandémia idején is, hogy több mint hatszorosa volt a pályázati igény, amely beérkezett hozzánk. Én azt örömmel tudom konstatálni, hogy a támogatói döntések meghozatala az kevesebb, mint 6 hónap alatt megtörtént. Tanulva az előző időszakokból, levonva annak konzekvenciáit, valóban 6 hónapon belül megszülettek a támogatói döntések, és minden jó és értelmezhető pályázat nyert ebben a pályázati felhívás során. Úgyhogy nagyságrendileg egy ilyen 280 milliárd forint értékben eredményt is sikerült belőle hirdetni. És azért kezdem a múlttal, mert ennek a folytatása következik itt a hónap közepén, július 14-től az állattartó telepek fejlesztésére ismét lehetőség nyílik annak benyújtására. Ez a pályázat, ez 5 különböző célterülettel biztosít lehetőséget. A sertés, a baromfi, a szarvasmarha, a juhkecske, és minden, ami ebből kimaradt egyéb állatok támogatásának pályázati felújítási és fejlesztési lehetőségeire. De ha már egy állattartó telepen vagyunk, én azt gondolom, hogy engedjék meg, hogy az állattartással folytassam. Ma is nyitva áll a lehetőség az állattartó telepek megújításának. Ez gyakorlatilag az inverze a nagy 2 milliárd forintig tartó állattartó telepek fejlesztési pályázatának. A megújítás keretében egy kisebb mértékű gazdaságok számára kínál minden eszköz beszerzését, amely a állattartásához, a takarmány előállításához szükséges gépeket biztosítja. Ez a pályázati felhívás népszerűségét én azt gondolom, hogy jól mutatja. Az első 2 hetes szakaszban meghirdetett 30 milliárd forintos keretösszegnél is jóval magasabb támogatási vagy pályázati igény érkezett be. Tart a beadási időszaka, reményeink az, hogy nem is fogjuk felfüggeszteni, és végig sikeresen lehet rá pályázni egészen július végéig, úgyhogy akinek van szándéka, az ne adja fel, és nyugodtan pályázzon rá, hiszen a felhívás nem lesz felfüggesztve. Én azt gondolom, hogy a állattartáshoz tartozik és megkerülhetetlen része, több mint egy éve nyitva lévő pályázati felhívásunk, amely a járványvédelmet hivatott csökkenteni, vagy azt elősegíteni, hogy a járványvédelmet meg tudjuk akadályozni, a madárinfluenzát, a sertéspestisnek a megakadályozására. Sokadik szakasz megnyitott
ezen pályázati felhívásból is igazán népszerű felhívásként segíti a baromfitartókat, sertéstartókat ez a pályázati felhívás. Ha már az állattartásról beszélünk, én azt gondolom, hogy még itt ugyanígy elmondható, amely már egy kicsit kanyarodik a növénytermesztés felé, ez a terménytárolók, tisztítók, szárító üzemek fejlesztésének lehetősége, támogatása. Augusztus 2-ától kezdődik ennek benyújtása. Ez a pályázati felhívás minden olyan modern, korszerű és innovatív tisztító, szárító berendezéssel ellátott tároló létesítését hivatott támogatni, ami hozzájárul a fenntartható, környezettudatos és fontos nagyon, hogy versenyképes üzemek létesítésében. 50 milliárd forint ennek a pályázati felhívásnak a kerete, és mint említettem, augusztus 2-ától fog elérhetővé válni. Az állattenyésztés után engedjék meg, hogy ismertessem önökkel a kertészeti ágazatnak szánt pályázati felhívásainkat. Ősszel a kertészeti ágazatból az elsőként az üvegházak, hűtőházak, fóliaborítású növényházak pályázata volt az első, amely meghirdetésre került. Közel háromszoros forrásigénnyel szintén befejeződött a pályázatoknak az elbírálása, ezeknek az eredményhirdetése is. Szép számmal, sok-sok ezer négyzetméterrel és köbméterrel fog gyarapodni hazánk, nem csak hűtőházban, de üvegházban, modern technológiát alkalmazó üvegházakban és fóliaborítású növényházakban. A kertészeti ágazatnak a második, most nyitva álló pályázati felhívása, ez az ültetvények telepítése, illetve a gyógynövénytermesztés támogatásával annak telepítésének egy pályázati felhívása. Tart egészen augusztus 23-áig, ha jól emlékszem, ennek a pályázati felhívásnak beadási időszaka. Ez egy egészen új gondolkodású pályázati felhívás. Egységköltséget igyekeztünk kiszámolni minden olyan tevékenységre, amely szükséges egy ültetvény telepítéséhez. Bevonva ehhez különböző ágazaton belüli szakmai segítséget, akár minisztériumtól, akár agrárgazdasági kutatótól, nemzeti agrárgazdasági kamarától és számos szakmai partnerrel együtt igyekeztünk kidolgozni egy olyan megoldást, amely nem számla alapú elszámolásra törekszik, hanem egy egységköltség számítás módszertanával, a faültetéstől, a támrendszertől, a jégháló, az öntözéstől, a betakarító gépekig képes az egész gyümölcs vagy gyógynövény ágazatot kiszolgálni, egy pályázati felhívás keretében egy komplex segítséget nyújtani a fejlesztések megvalósítására. A kertészeti ágazatból a következő felhívásunk, mely itt a hónap elején 8-án fog megnyílni, az a kertészeti üzemeknek a megújítása. Nevéből adódóan, mint ahogyan az állattartó telepek esetében is, főként gépek, eszközök beszerzését hivatott támogatni, kertészeti technológiák elterjesztését, családi gazdaságok, azoknak üzemeknek a fenntartását és fejlesztését hivatott ez a pályázat szolgálni. 25 millió forint az egyéni támogatásnak a maximális határa, és egy 30 milliárd forintos keretösszeg áll itt is rendelkezésre. Kertészeti ágazatot érintően az utolsó kertészethez kapcsolódó pályázati felhívásunk, az pedig egy gombaágazatot érintően fog megjelenni. Ennek a 10 pályázatból álló csomagnak az utolsó elemeként szeptember 13-án fog tudni megjelenni. Látva az, hogy a gomba azon ágazat, amely importra szorulunk, nem vagyunk képesek ma Magyarországon akkora mennyiséget előállítani, mint a fogyasztás megkívánná. Ez indikálta ezt a pályázati felhívást egy 20 milliárd forintos keretösszeggel. Talán az egyetlen olyan mezőgazdaságot érintő ágazat, mely nem teljes mértékben képes lefedni a hazai fogyasztási igényeket. A kertészet után, hogy ismertessem önökkel számos új nagy pályázati felhívásunkat, én azt gondolom, hogy nagy-nagy népszerűséget váltott ki a mezőgazdaság digitális átállását szolgáló precíziós gépek, eszközök beszerzésének támogatása. Ma több ízben is hallhattuk, a taxonómiánál hallhattuk, a fenntarthatóságnál, a környezet és klímatudatos gazdálkodásnál is a precíziós gazdálkodást, amely nem csak a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés, de akár a termesztő felületek a növényházakban is megjelenik ma már ez a technológia. Ugye sokszor hallottuk, hogy megkezdődött a digitalizáció, annak átállása és a precízió elterjedése. Ehhez kívánunk ezzel a pályázati felhívással segítséget nyújtani. A pályázat nem tesz különbséget gazdálkodók között, tehát a szántóföldi növénytermesztők, kertészek, szőlészek, borászok ugyanúgy részt tudnak venni ebben a pályázati felhívásban. Én azt gondolom, ez egy markáns
pályázati keret mutatja is a szándékát ennek egy 100 milliárd forinttal rendelkezésére, mely július 26-ától elérhetővé válik. Minden olyan okos eszköz beszerezhető ebben, amely ezeket a célokat szolgálja. Támogatható belőle traktor, mint erőgép, különböző kombájnok, önjáró permetezők, sőt, akár egy drón, vagy ezen eszközöknek a egységes összehangolt működéséhez kapcsolódó okos eszközök. És nagyon fontos, hogy ezekhez az eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások, hiszen ezek a gépek nem működnek a beletáplált szolgáltatások és különböző szoftverek nélkül, hogy precíziósan lehessen rajta gazdálkodni, ennek segítségével lehessen hasznosan kijuttatni a növényvédőszereket és a műtrágyát. És hogyha már megtermeltük azt a kellő mennyiségű alapanyagot az állattenyésztésben, a kertészetben, a szántóföldi növénytermesztésben, akkor az agrártámogatásoknak egy markáns részeként jelenik meg az élelmiszeripar. Az élelmiszeripari támogatásoknak a összevonása került a vidékfejlesztési programban egy helyszínre. Az elmúlt időszakokban több forrásból, több operatív program keretében lehetett az élelmiszeripar támogatásait megvalósítani. Igyekeztünk a vidékfejlesztési programban egy égisz alatt, egy pályázati felhívás keretében magunknál tartani. Ennek eredményeképpen egy hosszú távú, tervezhető lehetőséget kínálunk az élelmiszeripar számára, a feldolgozóipar számára. Nagyságrendileg egy ilyen 750 milliárd forint az a támogatási összeg, amit az elkövetkező időkben szeretnénk az élelmiszeriparra fordítani, és felkínálni annak a fejlesztési lehetőségeknek a forrását. Mert ennek az első üteme jelenne most meg, 250 milliárd forint értékben jelenne meg két különböző pályázati felhívás. Az egyik egy élelmiszeripari üzemek fejlesztése, mely kizárólag élelmiszer előállítóknak az eszközfejlesztését igyekszik támogatni. A másik pedig egy élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése. A komplex fejlesztés ez egy akár egy zöldmező stratégiai élelmiszer előállító üzemet is el lehet benne tudni képzelni. Ami újdonsága a vidékfejlesztési programnak, eddig csak mikro és kis vállalkozások tudtak pályázóként részt venni, és annex egy termék előállításával. Sok-sok változás okán és bizottsági egyeztetés követően ma már a mikro, kis, közép és a nagyvállalat is, tehát a teljes élelmiszeripari vertikum képes a vidékfejlesztési program pályázatai között részt venni, és nem csak annex egy termék előállításával, hanem a non-annex termékek, tehát az annex egy terméken kívüliek, mint a joghurt, akár a pékek, és még számos termék előállítására tudunk most már innentől támogatást biztosítani. A pályázat benyújtása a nagy élelmiszeripari 200 milliárd forintos kerettel kerül meghirdetésre. Nagyon fontos az állami támogatások szabályainak figyelembevétele, és augusztus 16-ától pályázható lesz ez a felhívásunk is. A nagy beruházási pályázatok mellett én azt gondolom, hogy különös kiemelt jelentőséggel bírnak, akár a közösségi célú pályázati felhívásaink, hiszen mind érinti az agráriumot és a vidéken élőket együttesen. Ennek az egyik legkézzel foghatóbb jele a helyi piacok infrastruktúrális fejlesztése. 5 különböző beadási időszakban közel 300 piac újult meg, vagy létesült Magyarország 10 000 főnél kisebb településein. Ezek azok a piacok, ahol a helyi termékelőállító, akár kézműves terméket előállítóknak az elsődleges értékesítési helye lehet. A másik ilyen közösségi célú pályázati felhívásunk az a helyi külterületi utak pályázati felhívása, ahol a 10 000 fő alatti önkormányzatok külterületi utakon tudnak szilárd útburkolatot, vagy annak rekonstrukciójával hozzájárulni a község határát összekötő, vagy különböző településeket összekötő utakkal az életminőség javításához. És egy kicsit eltérettől, de kicsit szívünk csücske talán, ez a mezőgazdasági kisüzemek támogatása. Ez egy vidékfejlesztési programban korábban megjelenő pályázati felhívás volt. Amikor meghirdetésre került, csak egy kis történeti visszatekintést azért engedjenek meg, amikor meghirdetésre került, egy év alatt volt 700 darab nyertes ennek a pályázatnak. Átdolgoztuk, sok-sok egyeztetés követően újra megnyitottuk. Na nem voltunk azért túl magabiztosak ebben a témában. 2,5 milliárd forinttal került meghirdetésre ez a pályázat, tavaly valamikor őszén. Az első két hétben volt 2500 darab beadott pályázat. Azóta már lement 3 szakasz, több mint 5000 darab beadott pályázat van. Látom a döntési
pontokat benne, nem hogy 6 hónap, ma már 3-4 hónapon belül tudunk belőle döntést hozni. Ez egy egyszerű végrehajtási megoldással meghirdetett pályázati felhívás. 15 ezer eurónak megfelelő általány támogatást tartalmaz, aki megkapja a támogató jogiratát, kifizetési kérelmet sem kell tudnia benyújtani, nincs egyéb adminisztrációs teher, és a 75%-a automatikusan kifizetésre kerül. Ez az a pályázat, amely őstermelőknek, mezőgazdasággal foglalkozóknak kíván segíteni, hogy azt a tevékenységet folytassa és fenntartsa, amivel eddig is foglalkozott. És még ez a pályázati felhívás egészen biztos, hogy meghirdetésre kerül az idei évben, augusztus 3-ától. Ezek voltak a beruházási vagy a beruházás típusú jellegű támogatások, amelyek az elmúlt időszakokban meghirdetésre kerültek. Zömében tart is a benyújtása, vagy néhány napon, héten belül fog megkezdődni. Ez a második ütemes pályázati csomaga az Agrárminisztériumnak, 10 különböző pályázatot 600 milliárd forint értékben tartalmaz nagyságrendileg. Dolgozunk a harmadik meghirdetési időszakán, és én azt gondolom, hogy külön figyelmet érdemel az agrárkörnyezetgazdálkodás, az ökológiai gazdálkodásnak a támogatása, őshonos állatok, a Natura 2000-es gyep- és erdőterületek. Ha már egy állattartó telepen vagyunk, én azt gondolom, kiemelt figyelmet érdemel a tejszerkezet átalakítás kísérő állatjóléti támogatás, vagy ugyanezen jogcímhez kapcsolódó a kiskérődző állatoknak a támogatása. Ezek szintén vidékfejlesztési programból kerültek meghirdetésre, és ha az agrárkörnyezet gazdálkodással, mint a legnagyobb érintettséggel rendelkező jogcímről beszélünk, csak néhány számot hagyd mondjak hozzá, hogy el tudjuk helyezni. Maga az agrárkörnyezet gazdálkodás egy több éves ciklus magába foglaló, és több cikluson keresztül működő pályázati felhívásként jelent meg. A vidékfejlesztési programban már kétszer meg volt hirdetve az agrárkörnyezet gazdálkodás, 16-ban és 17-ben. A 16-osoknak lejárt 2020-ban a kötelezettségvállalási ideje, meg is hosszabbítottuk egy évvel. Most új pályázatot szeretnénk közzétenni. Indikálja ezt az is, hogy ma 661 ezer hektár van Magyarországon, aki agrárkörnyezet gazdálkodásban érintett. Egyébként az agrárkörnyezet gazdálkodás az éves kifizetés mértéke is közel 50 milliárd forint. Tehát ez indikálja azt, hogy ezt a környezet tudatos gazdálkodásnak a fenntartását tovább tudjuk vinni. Ezért 22-től egy egészen új AKG pályázati felhívást szeretnénk közzétenni, de ez igaz az ökora, az ökológiai gazdálkodásra áttérés esetén, vagy az őshonos állatok, vagy az imént felsorolt minden pályázati felhívásunkra. Eredményként tudok róla beszámolni, hogy a különböző szakmai szervezettel újra számoltuk ennek az egységköltségét, készül a pályázati felhívása, folynak a háttérmunkák és a különböző egyeztetések a bizottsággal, hogy minél hamarabb tudjunk egy új AKG pályázatot közzétenni, megismertetni mindazokkal, akiknek szándéka van folytatni, illetve beszállni ebbe az új pályázati felhívásba. El fog térni az eddigiektől sok mindenben, mert a közös agrárpolitikában megjelenő, mint amit már hallhattunk az elején, az ökoszkím, bármi az agrárökológiai program elnevezését használjuk, sok mindenben átfedés mutat az agrárkörnyezet gazdálkodással. Úgyhogy készül egy új pályázati felhívásunk, az egységköltségeket napra készre számoltuk, új egységköltség forintális támogatás fog benne megjelenni, mind a felsorolt pályázati felhívások esetében. Bízom benne, hogy 22. január 1-től sok mindenki részt tud venni ebben a támogatási formában. Együtt sikerülhet megduplázni a bevont területeknek a támogathatóságát az agrárkörnyezetgazdálkodás vagy ökogazdálkodásban, és fent tudjuk tartani az őshonos állatoknak a támogatását. Én nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, kívánok a mai napra hasznos műhelymunkát, sikeres gazdálkodást és jó egészséget. Köszönöm szépen!